Szia, üdv újra itt a csatornámon. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de nekem személy szerint a szeptember valahogy nagyon nyögvenyelősen indult, pedig most kevesebbet voltam szabadságon, mint eddig bármikor. És hát gondoltam, megpróbálom feldobni a napjaimat, a reggeleimet, hogy ne legyen annyira nehéz felkelni és elindulni a munkába, úgyhogy mostanában a villamoson, ahelyett, hogy fülessel, zombi a zenét hallgatnék, mindig olvasok. És a múlt heti videómban megígértem, hogy folytatni fogom a FlatOut sorozatot, úgyhogy ha tudni akarod, hogy a harmadik kötet miről szól, akkor tarts velem, hidd el, megéri, mert ez az egyik legszívmelengetőbb történet, amit mostanában olvastam. Na, ugye, hogy kíváncsi vagy? Mindenek előtt az nagyon-nagyon fontos leszögezni, hogy bár ez is egy regényfolyam, de nem mondhatnánk azt, hogy trilógia, vagy duológia, mert nem kapcsolódnak annyira szorosan egymáshoz a történetek, ami a cselekményt illeti, mint például az Éhezők viadalában, vagy, vagy, vagy a Harry Potterben, hanem, hanem csak olyan lazán, hiszen, hiszen, a szereplők baráti, illetve rokoni kapcsolatban állnak egymással, és ez a Flat Out Szeleszt, vagyis Szeleszt Bolondulásig című kötet, ez a második rész, hiszen az előző videóban már elmondtam, hogy a flat out love az első, és a flat out met titkolni bolondulásig, az nem is a második rész, hanem inkább azt lehetne mondani, hogy a másfeledik, hiszen az az első kötetnek egy kiegészítő kötete, mert szemszögéből, és a végén pedig extra tartalmakat is találunk benne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez inkább a második rész és ez pedig Szelesztről szól néhány évvel később. Tehát nem ugyanazt a bört húzza le az írónő, ne ijedj meg, hanem Szeleszt végzős évében játszódik ez a kötet, 18 éves Szeleszt, és el kell neki dönteni, hogy mit szeretne kezdeni a jövőjével, hogyan szeretné folytatni az életét, hol szeretne tovább tanulni. Szóval Ebben a regény folyamban Szeleszt kalandjait követhetjük, és bevallom, nekem ez volt a kedvencem, nagyon-nagyon megszerettem őt, sokkal jobban megismerjük ebből a kötetből Szelesztnek a személyiségét, tehát abszolút megéri elolvasni. Szóval, mint már mondtam, ebben a történetben Szeleszt végzős évét tölti, most már eléggé megerősödött annyira, hogy nem kell neki mindenhova a bátyának a kartonmását cipelni ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életet tudjon élni. Sokkal több ö, önbizalma van, és nyugodtabban kezel helyzeteket, ugyanakkor szelesz még mindig furcsa. Most már sajnos Juliet is nélkülöznie kell, hiszen annyi kiderül a történetből, hogy Julie éppen az ország másik felén él Los Angelesben, mert ott kapott valami olyan pozíciót, amit lehetetlen volt visszautasítani, mert pedig elköltözött otthonról, és bár továbbra is gyakran hazalátogat, de tulajdonképpen Szeleszt is egy picit így magára maradt emiatt. Szóval Szeleszt egyedül néz szembe a félelmeivel, és a kétségeivel, szorongásaival az iskolában még mindig nehezen illeszkedik be, nincsenek barátai, viszont ezt már egyre jobban titkolja a családja elől. Szülei például meg vannak győződve róla, hogy beilleszkedett, és azok a problémák, amikkel néhány évvel ezelőtt küzdött, azok már egyáltalán nincsenek, de mi olvasóként látjuk, hogy ez nem igaz, mert Szelesznek továbbra is nagy nehézségeket okoz az, hogy másokkal relevánsan tudjon kapcsolódni, olyan szintekig nehéz ez neki, hogy milyen mondattal üdvözöljön valakit, hogyan hívja fel másoknak a figyelmét, milyen témákról beszélgessen. Alapjáratonak a kamaszoknak ez kardinális probléma, hogy kik ők, mi, milyenek ők, honnan jönnek, hova tartanak, próbálgatják ugye a stílusukat, de hogy szelesz, szeleznek ez extrém mértékben nehezebb. És amit már említettem, én nagyon gyanakszom arra, hogy ő Asperger-szindrómás, csak egyáltalán nincsen diagnosztizálva, és nem tud róla, bár néhány ponton megjelenik a regényben, hogy már majdnem rágugliz erre a kifejezésre, illetve néhány másikra, mert ő is érzi, hogy valami nem stimmel vele jó tanuló, streber szintekig jó tanuló, de látszik az, hogy ő nem magol, nem a könyvek felett ül órákig, és akkor csak ez az élete értelme, hanem egy nagyon-nagyon intelligens lány, és nem csak, hogy intelligens, hanem gyönyörű, szép is, a hosszú szőke hajával, a magasságával elmehetne abszolút egy szépség királynőnek az iskolában, de mihelyt megszólal, kiderül, hogy nagyon-nagyon fura. Tényleg Senkihez sem hasonlíthatóan, és ez nagyon megnehezíti az életét, magányosnak érzi magát, és abban reménykedik, hogy majd az egyetem megváltás lesz, és ott végre be tud illeszkedni, és megtalálja azt a, azt a társaságot, amiben ő majd felszabadultan tud létezni. Én úgy vagyok vele, hogy szelesznek a szüleit még mindig meg tudnám verni. Tehát hogy. Hogy ennyire nem veszik észre, hogy hogy problémája van a, a lányuknak, és hogy talán segítségre szorulna, akár professzionális segítségre, mondjuk egy pszichológusnak, aki segít neki, hogy, hogy a társas életben jobban tudjon érvényesülni. De komolyan mondom, tiszta szemellenzősek a szülei. Szeleszt olyan szempontból szerencsés, hogy igazából az ország bármelyik egyetemet átkarokkal várná, hiszen nagyon jókat a tanulmányi eredményei mindenféle extra aktivitásban részt vesz, ami ugye az amerikai iskolák sajátja, tehát hogy emiatt nem kell neki aggódnia olyan borostyánligás, olyan, olyan nagy és patinás egyetemek közül válogathat, mint a Harvard, a Yale, a Princeton, bármelyik, amelyikre éppen ő akar jelentkezni. Szóval, hogy kialakul egy ilyen helyzet, amit a bőség zavarának is nevezhetünk, miközben egyre nyomasztóbb neki ez az egész, és nagyon-nagyon magányos, de persze, ahol az élet elvesz, egy másik ponton ad, egyszer csak felbukkan az életében egy Justin nevű fiú, pontosabban, hogy megtartsuk a hagyományokat, az e-mailes inboxában landol Justin-tól egy levél, Justin, ha úgy tetszik, hökös, és egy kisebb egyetemen tanul, és az egyetem nevében ugye megpróbál toborozni diákokat a Barton Egyetemre, hogy ott tanuljanak tovább, és Szeleszter is emiatt veszi fel a kapcsolatot. Viszont Justin is egy nagyon-nagyon érdekes, szerethető figura, mert látszik az, hogy egy picit néha két balkezes, még az e-mailezésben is, és a Szelesznek nagyon felkelti a figyelmét, hogy végre nem csak ő az, aki valamit elbaltáz, vagy nehezen csinál, hanem itt van ez a fiú, aki egy kicsit komikus jelenség. Én nagyon-nagyon szerettem ebben a történetben azt, hogy életszagú karakterekkel van tele. Tehát, mint már mondtam, Szelesz nekem Asperger gyanús, és Justinnál nagyon hamar úgy érettem, hogy szerintem ő pedig ADHD-val küzd, vagyis ez a hiperaktivitásos figyelemzavar, ami nála inkább a figyelemzavarban merül ki. Úgy tűnik, hogy Justin megtanulta kezelni a saját állapotát, legtöbbször a humort, mint megküzdési forrást, erőforrást használja, nagyon laza, tehát amennyire merev lesz, annyira laza és közvetlen Justin, úgyhogy ők is elkezdenek egymással levelezni, és ezt szelesznek erőt ad ahhoz, hogy kibírja az ő saját hétköznapjait, és megpróbáljon valamit kezdeni magával az iskolában. Nagyon sokan, sokféleképpen írtak már az első szerelemről, illetve az, hogy a szerelem mennyire személyiségfejlesztő tud lenni. Most hagyjuk azokat az eseteket, amikor inkább futni kéne. Szóval, hogy mennyire fejleszti a személyiséget, ki billent bennünket a komfortzónából, és Jessica Parkban az a zseniális, hogy ő olyan párról ír, akik nem tökéletesek, és nem csak azért, mert most a külsejükbe van ez, vagy az, vagy amaz, mert mind a kettő nagyon helyes, legalábbis én, én Justin-t is elég jóképűnek képzelem, bár nem ez a Kigyúrt, hasizom kockás, nem tudom, milyen pasinak van lefestve, nem nagyképű, nem bunkó, nem azzal akar bevágódni, hogy megy ez a húzavona, meg ez a macskaegérharc, amitől én már totál ki tudok akadni bizonyos regényeknél, hogy egyfolytában megy ez a húz, meg erez meg, és az ember már bedilizik, hogy mikor jutnak végre dülőre. Nem. Ez a regény bemutatja, hogy milyen szépen építkezik Celeste és Justin kapcsolata, sebezhetőnek látjuk a karaktereket, mély pontokat élünk meg velük, és, és annyira jó, hogy megjelenik a mentális egészség mint kulcskérdés, hogy ez mennyire fontos, és hogy nem mindegyikünké egyforma, hogy különbözők vagyunk, hogy néhányan olyan állapotokkal küzdünk, amiből akár nem lehet meggyógyulni, vagy csak bizonyos szintig lehet fejlődni, és ezzel együtt kell élnünk. Szóval én nagyon üdvözöltem ezt, hogy ennyire emberi szelesztés Justin karaktere, és annyira jó volt olvasni az ő beszélgetéseiket, végigkísérni a kalandjaikat, hogy mi történik velük. Ahhoz tudnám hasonlítani, amikor egy borús, Elsős napon nincs kedved semmit csinálni, beburkolozzal egy jó meleg takaróba, oda készíted magadnak a kedvenc teádat, és belebújsz ebbe a könyvbe, és egyszerűen csak felderíti a hangulatodat, olyan, olyan melegséges, jó kedved lesz tőle, tényleg így rácsücsül a szívedre, és annyira jó érzés, és nem tudod, tehát falnád, falnád az oldalakat, de közben meg egy picit lassabb tempót is diktálsz, nem olvasol akár belőle ekkora szeleteket, mert azt akarod, hogy minél tovább kitartson ez az élmény. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nagyon szeretem a klassz mellékszereplőket. Engem egy regényben mindig nagyon foglalkoztatnak ezek a karakterek is, hiszen nagy szerepet játszanak abban, hogy a főszereplők ki tudják teljesíteni az életüket, a céljukat, és a mellékszereplők egy kicsit megfűszerezik ezt az egész folyamatot. Szóval én így vadászom őket, és nagyon sok gyöngyszemre akadtam már, és ebben a regényben is van pár. Például ott van Szelesz frissen szerzett barátnője Dallas, aki egy elég különc figura, és ő az, aki valahogy elkezd mögé látni Szeleszt furcsaságainak, és, és mégiscsak kapcsolatot kezdeményez vele, és hál' Isten, ez aztán meg is marad, szóval így Szeleszt is el tud indulni abba az irányba, hogy legyenek barátai, és nyilván majd történik néhány sorsfordító pillanat az iskolában, amikor megfigyelhetjük, hogy szerezt egyik tulajdonsága, például az, hogy mennyire jó szervezőkészsége van, hogy mennyire precíz, pontos patent mindenben, az nem csak arra ad alkalmat a többieknek, hogy ezért kigúnyolják, hanem bizony eljön az a pillanat, amikor ő fog tudni segíteni másoknak ezáltal, hogy ő ilyen, és könnyebbé tenni az életüket, és ez pedig egy fordulópontot fog jelenteni az ő szociális életében, és ha úgy tetszik, el fog indulni a beilleszkedés útján, bár nagyon kevésszel jelenik meg Dallas, de én nagyon szerettem őt, olyan, mint egy ilyen színes, hangos ö, punk tündér, mondjuk nem, nem punk, de hogy ilyen nagyon-nagyon különc. Aztán ott vannak még Justin szülei, amit külön üdvözöltem, hogy Justint, egy meleg pár fogadta örökbe, tehát neki két apukája van. Szóval Justin nem csak attól különleges, hogy, hogy van neki ez az ADHD-ja, és emiatt másabb, mint a többiek, hanem, hanem neki két apukája van, és tudjátok mit? Tökre nem fura. Annyira pofett tényleg egy ilyen villanó fényre jelennek meg, szóval nagyon kevés jelenetben vannak benne, ha Jól emlékszem, mivel Justin Milánónak hívják, az egyik apukája az biztos, hogy olasz. Hát annyira jó pofák, hogy megtudtam volna zabálni őket, és akkora szeretetben nevelték ezt a fiúcskát, olyan empátiával, elfogadással, hogy le a kalappal. És ez ebből a kevés kis jelenetből is átjött, illetve ahogy Justin beszél a szüleiről, ahogy kifejezi az érzelmeit, szóval szintén nagyon-nagyon jó volt olvasni. Én baromira örülök, hogy ráakadtam erre a könyvre, mert, mert végre nem olyan eseményekről szól, hogy ilyen supernatural, természetfeletti karakterekről, vagy annyira a valóságtól elrugaszkodott emberekről, hanem tényleg a mindennapi életről. Szóval én nagyon bírtam Justinnak a szüleit is, vagy például azt a haverját, aki egy kis karácsonyi misszióban segített neki, és vezette a telefon, telefonkábel szerelős autót. Tényleg csak egy pillanatra tűnik fel, de, de az a karakter is nagyon-nagyon jópofa. Szóval a főszereplők mellett találhatsz magadnak néhány aranyos mellékszereplőt, és persze azért meg kell említeni, hogy Matt és Julie sem tűnt el teljesen a színről, csak nyilván ők most egy ilyen aláfestő zenét képeznek, azért folyamatosan ott lebeg a háttérben, hogy velük vajon mi van, hogy zajlik az élet, és nagyon szépen az írónő összefésüli a szálakat a végefele, persze, hol oh, lesz majd jó nagy tetőpont, konfliktus, óriási balhé, és akkor hirtelen majd nem tudjuk, hogy Úristen, mi lesz ebből? És hogy fog ebből ez a néhány ember kijönni? Mint azt már tudjuk, Jessica Park azért elég ügyesen varja el a szálakat, nagyon jól tudja őket kuszálni és megbonyolítani, de aztán a végén senki nem marad elégedetlen, senki nem marad hoppon, hanem minden karakter, mindenki megtalálja a neki megillető helyet. Úgy gondolom, attól, hogy ez egy ifjúsági regény még egyáltalán nem korlátozódik csak az ifjúságra olvasás szempontjából. Ha te éppen kamaszkorú vagy, és annak minden világfájdalmával, örömével küzdesz éppen, és belenézel a tükörbe, és legszívesebben csak azt mondanád, hogy akkor olvasd el ezt a könyvet, hiszen nagyon-nagyon sokat meríthetsz ebből, hogy megtanulod elfogadni saját magadat, hiszen annyi féle sok ember él ezen a világon, 7 milliárd ember, és mindenki meg tudja találni akár csak azt az egy embert, aki úgy elfogad, ahogy vagy. Jó esetben a szüleid így cselekszenek, de tudjuk, hogy ez nem igaz, mert nem minden szülő ilyen, de hogy mindenkinek van egy olyan ember a világban, aki elfogadja, és itt nem csak szerelmi kapcsolatokra, vagy nem arra gondolok, hanem barátokra, társakra, és szelezt példáján keresztül ezt nagyon jól végigkövetheted, hogy nem kell más bőrébe bújnod, nem kell átfestened a hajad, nem kell kicserélned a szoftvert a hardwareben, hanem így vagy jól, ahogy vagy. És ez nem azt jelenti, hogy ne fejlődhetnénk, de nem abban kell fejlődnünk, hogy milyen ruhákat hordunk feltétlenül, vagy milyen a szemöldökünk, vagy milyen kondicionálót használunk a hajunkra, vagy most tudjuk-e azokat a szengeket, amiket a többiek, vagy nem, vagy most akkor, ha ciki, mert én a kémiát szeretem, és mindenki inkább sorozatokat néz a Netflixen, amíg én a periódusos rendszert nézem, akkor meg kéne változnom. Nem, és neked sem kell, hanem legyél nyitott, hogy találkozhass azokkal az emberekkel, akiknek majd nem leszel fura. Ha pedig éppen szülőként olvasod ezt a könyvet, akkor rávilágíthat arra, hogy van egy szelet, amit látsz a kamasz gyerekedből, amit ő mutat neked. És közben pedig ott van az egész pizza, és nem csak az a szelet, úgyhogy talán egy kicsit, ha jobban rájuk figyelsz, akkor, akkor egész sok mindent még megtudhatsz róluk, hiszen szelezt is kezdetben nagyon nehezen nyílik meg a szülei előtt, nyilván ennek megvannak az okai, tehát felnőttként is hasznos lehet ezt a könyvet forgatni, de egyébként én mindenkinek nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlani, mert tényleg egy kellemes kis érzelemgombóc ez a könyv, és most olyan időket élünk, hogy nagy-nagy szükségünk van ilyen olvasmányokra, amik amellett, hogy a realitás talaján mozognak, mégis egy picit elterelik a figyelmünket a mindennapi stressz helyzetekről, a saját nyavajáinkról, és egy kellemes kikapcsolódást nyújtanak, de nem azon a sekélyes szinten az átlag kliséket elpuffogtatva, hanem Jessica Park igazi tehetsége abban nyilvánul meg, hogy ő nagyon komoly témákról, nagyon mély dolgokról, traumákról, és úgy tud írni olyan könnyedséggel, hogy egyszerre meghatód, egy kicsit összetörik a szíved, és aztán a következő pillanatban pedig úgy érzed, hogy füligér a szád, és ennél szélesebben nem is tudnál vigyorogni. Szóval megéri kézbe venni az ő regényeit, és nagyon remélem, hogy, hogy fog még tőle megjelenni magyarul más is, vagy hogy nem hagyja abba az írást, mert tényleg ő zseniálisan tudja beágyadni ezeket a problematikákat az irodalom kötelékében, és mindezt úgy, hogy nem fullasztó, nem túl sok, nem hoz le az életről, hanem elgondolkodsz rajta, és tényleg ide a szívet, szíved, csücskébe tudod elzárni ezt az élményt. Szóval, olvassatok Jessica Parkot. Nem maradt más hátra, mint hogy elmondjam, én aztán tényleg szelesz bolondulásig, nagyon-nagyon imádtam ezt a könyvet, és neked is azt kívánom, hogy annyira szeresd, amikor olvasod, mint amennyire én megszerettem, vagy ha éppen nem ezt a könyvet, akkor valamelyik másikat. Jut eszembe, neked van ilyen könyved, ami ennyire érzelmi melegséggel töltött el, mint hogyha volna a világ legbiztonságosabb helyére? Ha igen, mindenképpen oszd meg velem, hiszen hosszú még a cél, én is gyűjtöm a klassz olvasmányokat, írd meg nekem kommentben, vagy üzen meg az Instagramon, vagy küldj nekem egy bagjot, és ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornámra, és dob nekem egy lájkot. De ha nem akarod, akkor nem kell. Nagyon vigyázz magadra minden jót neked! Ágyő! találkozunk a következő videóban! Thank you